Úgy van, bazd el a szöget, jó van, Ábel. Szép volt. Nem volt jó úgy, ugye? Jó, bazd el. Mióta vagytok haverok? Tényleg nem vagyunk haverok. Mióta ismeritek egymást? 3-4 éve? Hát 4-5. Mikor volt az első közös videótok? Mert most kikint elég. Csak ez érdekel amúgy, csak hogy a viszont próbálom. Csak az első közös. Sziasztok, ez a Trio Podcast, én vagyok a műsorvezető. Egyébként ez már is indult, el is indult. Mikor volt az első? Kinél volt az első? Olyan rég volt. Nem tudom. Te engem nagyon jó fej voltál, mert emlékszem, hogy a éjjeli live-jaidba raktad ki, hogy iratkoznak fel. Kirakott egy ilyen számlálót, követtek 15 000-en, kirakott a számlálót, aztán a 20 000-en. Na, mi egymást akkor ismertük meg, amikor nekem 100 000 feliratkozom volt. 80 volt neked. És kellett egy drónos felvétel, kellett egy drónos felvétel. Szeptember 11, 2016. Emlékszem, hogy akkor én még akkor számolgattam a feliratkozóimat, mert ugye az elején mindenki számolgatja. 5 éve volt? Úristen. Figyelj már, bazd meg. Szóval akkor számolgattam a feliratkozóimat, az elején még ilyen 15.467, és tudod, hogyha 68 lesz. Te meg akkor már 80 000-nél voltál, és mondtad, hogy kéne a drónos felvételmel, hogy a 100 000-re. Hát mondom, ez hülye, az egy pár év mire meg lesz neki, most minek neki? Ez volt bennem, amúgy ezt még nem is mondtam. Aztán így 5 nap alatt meg lett neked kb. Egy hét alatt. Viszont... Van egy vendégünk. Nagyon különleges vendégünk. Itt vanunk Tóthka Sándor. Tapsgép! Nincs tapsgépünk, aki egy most lett olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok és négyszeres Európa bajnok. Így van. Na, a Wikipedia jól tudta, viszont amit te nem tudsz, minket megjelöltek a Joyon. Wow. Éles váltás. Egyébként tudom. Na. Egyszer szavaztam. És nem minden nap. Hoztál tapsgépet? Köszönöm. De tudod, hogy minden nap kezem mindig itt van. Így van, ide kell tapsolni ezt a tapsgépünk. Na, figyelj, hát nekünk van egy múltunk, de hogy van közös pont. Van. Mi ugye, hát mi, hát te kajakos vagy, én meg kajakoztam 9-ig. Menjünk vissza a gyökerekig, most ne a mi, hogy találkoztunk. Rivalizálásunk? Az, hogy ne, persze. Nem kérdeztem utána egyébként, hogy mi a minikajakba, amikor egy váci egység lett, még nem tudom, 10 éves voltam, 11? Igen. 10 éves lettünk, ugye akkor az országos bajnokságot váci egység nyerte. És nem tudom, hogy te abban benne. Anyum azt mondta, hogy ő mindig rakott a fejemre vadsapkát, fehér sapkát, vagy fehér kendőt, mert hogy nem tudom, még így csak akarom biztosan mondani, de azt tudom, hogy az Orlikkal kopárosoztunk. Aha. Kezdjük először, miről is van szó? Igen, nem tudják, miről van szó. Mert nem mondtátok el a nézőnek. Egy korosztály vagyunk. Így van. Azt ugye, én már nagyon sokszor elmondtam, hogy gyerekkoromban kajakoztam. És a te legjobb haverod, és Barni Ausztriában járt. Jó van, te meg öt nyelven beszélsz. És mi így annó, és ez tök fura, hogy egy idősek vagyunk, de most nyert egy olimpiát, mi annó még versenyeztünk együtt a kis mini versenyeken, vagy az országos versenyeken, meg ezeken a... Az első igazott évemben, amikor versenyeztem, minikajak, ez a gyermek első korosztály, tehát onnan kezdődik minden, akkor az országos bajnokságon párosban harmadikok lettünk, és váciak nyertek. Ez hány évesen volt? 11. Körülbelül? 10-12 között. Aztán. Körülbelül, ha. Már akkor is. És te is nyertél? Tehát lenyomott. Ja. Ja, hogy a váciak nyertek. Értem. Így van. Ez hol, Harry, ez hol siklott ki? Mutasd a viccot, Harry. Én a Joyra gyúrtam. Na, úgyhogy megkérték a srácok, hogy ne erről szóljon az egész podcast, úgyhogy menjünk vissza, most rólad szóljon, menjünk vissza a gyökerekig. Te hogy kezdted a kajakot? Hogy itt arra gondolok most, hogy ez a te ötleted volt, mert nálam például anyukám nyomott. Nekem mennem kellett, anyukám mondta, hogy kajakoznom kell, szerettem is csinálni, de ő indított el. Nálad ez hogy kezdődött és mikor? Nekem a szüleim azt szerették volna, szinte egy kötelezővé tették, hogy sportoljak valamit. És kezdtem focival, kezdtem tornával, meg néptánccal, de egyiket sem szerettem, nem voltam annyira jó bennük. Pedig ilyen táncos alkat. De én inkább úgy választottam sportágat, ahol a barátaim egy tök jó volt a társaság, akkor ott megragadtam annál a sportágnál. És első ilyen sportág, amelyiként a társastánc volt. Aha. És nyomtam egyébként a társastáncot versenyszerűen, mert érmet is szereztem. Majd az egyik osztálytársam javasolta még az alsó tagozatban, hogy próbáljam ki a kajakot. Csináltam a kettőt párhuzamosan, mert mind a két helyen nagyon jó volt a társaság. A barátaim mai napig jobban vagyok velük, akikkel ott összebarátkoztam.
Majd amikor 5. osztályba léptem, anyukám mondta, hogy most már osztályfőnököd lesz, meg új tantárgyak, stb. Sanyikám, válasszál. És én azért választottam a kajakot, mert társastáncban ezüstéren volt a legjobb eredményem, eredményünk. Kajakban akkor meg volt egy aranyérmem. Hoppa. És bocs, ilyenkor például te úgy láttad, hogy te is úgy láttad, hogy nem volt olyan opció, hogy mindkettőre van időd? Szóval nem fért volna bele mindkettő? Ugyanaz szerintem. És sporttanulás. Ezt még senki nem kérdezte. Tehát ez tök jó. Szerintem tudtam volna még mondjuk egy-két évig csinálni párhuzamosan a kettőt. A kajakban egyébként nagyon hamar elkezdik a napi két edzést, tehát amikor a suli előtt hajnali edzés van, meg aztán a suli után is. Fú, ez mondjuk kegyetlen. Az szörnyű. Igen. Mi úsztunk reggelente. Hát igen, ez undorító. De én meg ezt nem csináltam. Tehát én az első napi két edzésem az a gimnáziumba kezdtem, és akkor a gimibe mentem el reggel úszni, és... Na, így is lehet olimpiát nyerni. Így is lehet. Igen, az lehet, hogy egyébként, hogyha mindkettőt csináltad volna, akkor ugye a kajak nem tudott volna ennyire kifejlődni. Valószínű. Szóval valószínű. Lehet, hogy akkor egy jó döntés volt. És mondjuk, mikor hoztad meg ezt a döntésedet, hogy akkor ez körülbelül hány évesen volt, hogy akkor teljes erővel, teljes gőzerővel kajak fele? Szerintem ez a 5. osztályban, nem tudom, hányadikosan vagyunk 5. osztályban? Fogalmas. Fú, jó, minden. 10-11. Attól függ, Barney akkor volt 20. Sokat buktam. Tehát akkor indultam el a kajak felé, akkor már csak kajak volt, ugye akkor nyáron napi kettőket edzettünk, mentünk a versenyekre, jöttek az eredmények, de úgy igazán komolyan, amikor tényleg úgy gondoltam, hogy na akkor ebbe fektetek energiát, akkor az 2010-ben volt az ifjúsági olimpián, az a legelső ifjúsági olimpia volt Szingapurban, ott sikerült nyernem, tényleg, és utána jött az, hogy na, akkor ezzel foglalkozunk komolyabban. És mondtad előbb, hogy volt ezüstérmed a táncból, és hogy aranyad már volt kajakból. És hogy mi volt a... Nem melyik versenyt nyerted meg először, hol versenyeztél legelőször kajakban? Mert ugye voltak ezek a Dunaik, voltak Gödön, Vácon, Nagymaros, Berőcén. Nem voltunk. Semmi ilyenen? A Dunai versenyeken nem is eveztem még a Dunán, egyszer se. Kajak. Komolyan. Azta. Mert arról legendák vannak, hogy időjárás, a nagy hullámok, a sodrás, valaki beborul, és akkor mit tudom én, Gödön veszik ki. Ja, persze. Hát nem úsz is imád. Tök jó. Külön edzés. Hát ott Békés megyébe kajakoztam, Gyomendrődön, Holtágon, úgyhogy nekünk ilyen veszünk nem volt. Nekem az érdekelne, hogy nem tudom, mikor megy kezd az adás, de az egy előző adásban mi beszéltünk arról, hogy milyen körülmények között engednénk mondjuk a gyerekeinknek majd, hogyha ők élsportolók szeretnének lenni. És ugye te most mondtad, hogy 5. voltál az elején, 6. Ilyenkor a szüleid téged pusholtak ebbe az irányba, hogy te mindenképpen élsportoló legyél, annak ellenére, hogy igazából az elején ugye még nem nyertél, szóval nem te voltál a legjobb, úgymond, vagy pedig ez inkább utána utólag így benned ford ki ez az egész, és te döntöttél úgy, hogy akkor inkább ezt az utat választod. Hát úgy képzeld el, hogy nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hiszen semmit sem erőltettek. Amikor elkezdtem az edzéseket, akkor a októberi napon kezdtem el az edzést, körülbelül egy hétig eveztünk, aztán mentünk be a téli edzéseket, tornaterem, úszás, futás. És a tornaterem edzéseket utáltam. Tehát nem. Volt olyan edzés, hogy a két edző megfogott ugye egy mászókötelet, amivel föl szoktak mászni, nem tudom, 5 méteres. Kifeszítették, benne állt ugye a két ember között a kötél mellett ott állt mondjuk 20 gyerek, és tudod, ment a kötélhajtás. Azok, de hogyha valaki úgy esik, hogy pont a kötél elvitte a lábát, akkor a kötél megy tovább, az nem áll meg. És mondtam anyának, hogy mondtam többször is, anya, én most nem akarok menni edzésre. És mondta, hogy kisfiam, semmi gond, akkor maradj itthon, ne menj edzésre. És szerintem ez tök jó volt, én akartam menni edzésre, ez egy belső motiváció volt, nem pedig úgy anyukáméknak akartam megfelelni. Nem úgymond utáltatták meg vele ezt a, igen. De ez nagyon jó, mert mi meg pont azt beszéltük abban az adásban, hogy egy picit nem árt, hogyha pusholnak. Tehát mi végül erre a egészséges pusholás szerintem kell, hogy legyen, de... Igen, meg a kajakban nem úgy van, tehát az, hogy ilyen 5.-6. volt az elején, azért a kajakban, legalábbis az én emlékeim szerint az első 6 az már az volt a jó. Tehát, hogy álltak 3-an a dobogón, főleg az ilyen kisebb versenyeken, meg a dobogó mellett 3-an, és az első 6-ot díjazták, tehát, hogy a top 6-ban benne voltál, akkor az már jó eredmény. Jónak számította, akkor úgy ott volt a neved a körforgásba. Hát voltak olyanok, akik, igen, aki 20-dik, az sokan indulnak, vagy 15-dik, nyilván Persze. ott már kell gondolkodni, hogy ez nem biztos, hogy 5-ször a legvégén végzel, ott már kéne gondolkodni, de így a top 6 a kajakban az jó. Én azt szeretem a kajakban, mert mondtad, hogy futok meg úsztok télen, de én azt szerettem nagyon, meg ezt múltkor elmondtam a sportos adásban, hogy ez egy annyira, nekem nagyon komplex volt, mert
mi jártunk jégkorongozni, jártunk sífutni, jártunk futni, úszni, kondizni. Volt, hogy vízre is mentünk még azt is mesélve a jégtáblák között. Az komoly. Volt, hogy elmentünk terembe focizni, tehát hogy mindenhova elvitt minket az edzőm, és minden télen minden sportba, hogy picit belekóstolhattunk, mert hogy azt mondta, hogy jó a kajakhoz, hogy neked csak az úszás és a futás, meg a konditerem, meg a kajak, vagy emellett is azért mentetek. Hát ugye ez nem normális, hogy ez tök jó egyébként, hogy edző ilyenekre figyel, hogy ne csak a nyers konditermi edzések, vagy a tornatermi edzések legyenek, meg az úszás, futás a hidegben, hanem igenis jégkorong, sífutás, ez tök jó, hogy megismerkedtetek ugye más sportágakkal is. Ez nem normális, és sajnos nálunk ugye nem így volt. Nekünk az általában a téli felkészülés az hidegben futásként, úszás, 3-4-5 kilométer, meg a tornatermi, vagy a kondi edzések voltak. Uh-huh. És ilyenkor például arra figyeltek, hogy mondjuk hosszú távú edzések vannak? Mondjam, szóval ez nekem tök érdekes, hogy ugye 200 méteren nyertél, és hogy ilyenkor van olyan is, hogy direkt hosszú távra edzetek? Szóval nem csak sprint van, meg ilyen nagyon-nagyon gyorsan kiadom magamból, ami bennem van, hanem úgymond... endurance. Állóképesség. Állóképesség. Mm-hmm. Ja, sok angol, mert Barney Amerikában. you know, guys, I'm sorry. Hát amikor még ifjúsági korosztályban vagyunk, 18 körül, akkor az a jó, hogyha nem specializálódik valaki 200 méterre vagy 1000 méteren, széles a skála. És én akkor például ifjúsági koromban versenyeztem, meg nyertem is válogatót 1000 méter párosban, de mégis most 200 méteren lettem olimpiai bajnok. Tehát ifjúben volt egy ilyen mindent is csinálok, ott voltam, ahol tudok. Majd amikor felnőttbe léptem, akkor volt egy ilyen kis specializálódás, és akkor jöttem egészen pontosan a 200 méterre, de amikor ugye ifiben nagyon szeretik még a versenyzők ugye a hosszú kilométereket, tehát ott is ilyen, még amikor alapozó időszak van tavasszal, akkor valamikor mi is mentünk 30-40 kilométert, bár ugye pont Harrynek meséltem a múltkor, hogy én Dunakanyarba születek, én most tudni nem lennék olimpiai bajnok, mert már rég abba hagytam volna, hiszen a Dunakanyarba előszeretettel evesztetik a kisgyerekekkel is a szigetkerülést, ami... Az 76 kilométer. Hány éveseket evesztett? Hát én 12-13 évesen azt csináltam. És volt olyan, ezt meséltem neked, hogy úgy van ez, hogy Vácra indulsz, lemész Pestig, a másik oldalon, tudod, ez ami a Váccal szemben van, az a sziget, ahol a Kompát megy. Megkerül, csak azért mondom, Áberiknek vagy... Az a Rácz kevei, vagy meg, nem, mi? Nem Rácz. Ahol a Komp? Ahol a Váccal szemben. Az a sziget. Na, az a sziget, tehát megkerüld. Vácra indulsz, lemész Pestre, felmész Visegrádra, és visszajössz Vácra. És ez jó, 70 km nem tűnik kocsival soknak, de hát baszki kajakkal. De soknak tűnik, nekem soknak tűnik. Reggel indultunk ilyen 5-6-kor, és vagy a fiatal, vagy a kisebbek még előbb is, ilyen 4:35, és akkor a nagyokat ránk indította mindig egyébként a Laci bácsi ilyen egy másfél-két órával. Olvastam, hogy az olimpia előtt, meg hát az olimpiára a feleséged állította össze a speciális étrendedet, így volt leírva, és igazából érdeklődnék, hogy miből áll ez a speciális étrend így kajakosként, vagy ilyen élsportolóként, mire kell figyelsz te oda, vagy miket eszel? Ahogy én is dietetikussal készülök, és ő állította össze. Meki, KFC. Így van. Burger King-es. Egy kis burger, meg Furry, így van. De csak napi egyszer. És nekem a személyre szabott az olyan volt, hogy például van egy másik kajakos is, aki vele készül, de például ő nagyon sok szénhidrátot eszik. Tehát hogy én mivel 2000-re készültem, inkább ott kezdem, hogy a testünk olyan, mint egy vegyes tüzelésű kazán, tehát zsírból is és szénhidrátból is kell tudni energiát csinálnia. És ezért nekem volt az egyik napom, a hétfői nap, az mindig zsíros nap volt, tehát mindig a zsírból nyertem az energiát, minimális szénhidrátot ettem, fehérje ugye ment ugyanúgy. A következő nap kedden az volt a szénhidrátos napom, ugyanúgy szénhidrát fehérje, de akkor a zsír szorult háttérbe, ezek mentek felváltva, szombaton a csalónapom, a kedvenc napom, és így vasárnap megint zsíros, és így... Milyen egy csalónap nálad? Mert nálam amit akarsz, azt? Komolyan. Voltunk Szevélyába edzőtáborban, egy nagyon jó hotelban. És egy jó hotelek, hogy ott jó a reggelés. Jó, nagyon imádom. Fú, és a szombati napok, nagyon-nagyon vártam a szombati napokat. Direkt reggel elmentünk, direkt 7 órakor, jókorán letudtuk az edzést, hogy jó éhesen mennek oda reggelizni már 10 órakor. És akkor szerintem képet is tudok nektek mutatni. Hát a tányérom az jó nagy púpos tányér volt, de nem viccelek. Volt rajta 4 fánk, egy tál csúrosz, gofri, és akkor rendesen adok neki.
Azt és elküldted itt Sobert Norminak? És kell ez a lelkének egy... Tehát hogy a sportolónak kell ez a csalónak. És az a legjobb, hogy korábban is figyeltem az ételekre, de nem mertem csalni, rossz szájzzel csaltam. Aha. Ott volt a bűntudat, hogy ezt nem kéne megenni, de jól esik. A szombati nap, mert elengedtem magamat, minden hónapban mentem ellenőrzésre, testösszetétel ellenőrzésre. Mm-hmm. És hogyha... Az milyen? Rálok ez egy a gépre. Dexa, vagy nem Dexának hívják? Dexascan az a testzsírmérő. Ja, InBody, meg van valami másik fura márkájú. Rálok egy gépre, megfogok kettő kart, és akkor independencia alapján ugye megméri, hogy benne mennyi víz van, mennyi izom, zsírszázalék, stb. És mindig... igazából a csalónapok nem látszottak meg az eredményeket. Hála Istennek nem. Ez de egyébként nagyon nagy mázli van egyébként, mert a nagyapámra ütöttem testalkatilag, és a nagyapám egyébként most is 76 éves, és nincs rajta testzsír. Uh-huh. Nagyon durva. Mondta, hogy 14 évesen vitték őt a földre kaszálni egész nap. Nagyon jó volt a teherbírása, és gyakorlatilag ebből élek, ebből a testalkatból. Uh-huh. És genetikaja. Genetika nagyon sokat számít. Nagyon sok sportol egyébként, kajakos is, hogyha abba hagyják a kajakot, mert nekünk általában a főversenye, az év főversenye az augusztusban van. Uh-huh. Szeptemberben mindenki elmegy pihenni egy 3-4 hetet, és a sportolók többsége abba hagyja, ugye ez elmegy erre a szünetre, az étvágy megmarad, de a mozgás lecsökken a nullára, és ilyenkor szaladnak a kilók, nekem mázlin van, hiszen a csökken a mozgás intenzitása, az étvágyam is csökken. Ez amúgy tök igaz, mert egy csomó végig... Ez nekem is nagyon én egy csomó, akik együtt kajakoztam, és ott azért mindenki versenyzőnek volt készítve, bocsi, mindenki ki volt bassza, mint az állat, viszont most rájuk egy csomóra, hát van, akik még ott vannak, van Noéék, Noébányék. Hogyne, persze. Zsombi, van nagyon jobban vagyok. Na, együtt kajakat, a Laci báikhoz járta. Aha. Akkor még mi együtt nőttünk fel kb. Velük is. Na és hogy ők nem, de hogy ők még nyomják, ugye, de aki nem nyomja, most nem fogok neveket mondani, de a jó páron azért dagik lettek, de tényleg dagik. Van, tehát nem az, hogy van rajta egy pici has, hanem fel van fújodva, puffi, dagi. Uh-huh. És például egy verseny előtt ilyenkor neked van iránysúly, hogy köbben hány kilónak kell lenned azon a versenyen? Ez meg van így adva, vagy te például tudod, hogy neked mi működik a legjobban? Aha. Leteszteltük. Már évek óta 84-85 kilósan versenyzek. Egyszer voltam 88 kiló is, de akkor nem mentem jobban, hiszen ugye több izom volt rajtam, több oxigén kell az izmoknak. Aztán voltam 83 kiló is, de akkor meg gyenge voltam. Tehát nagyjából belőttük a 84-85-öt. Fura, hogy ennyit számít. Nagyon sokat egy-két számít. Kiló. Nagyon hogy nem csak az, hogy lemész edzeni, kibaszod magad, és akkor megnyersz, hanem hogy ilyenekre figyelni kell, hogy ez mennyi számolás ez, milyen részletekre oda kell figyelni? Gondolom, azért komoly csapat áll mögötted, tehát az biztos, hogy tehát nem, ezeket nem egyedül találod ki. Webdoktor.com. De akkor például egy verseny előtt van, hogy mondjuk te tudod, hogy oké, akkor még 2 kilót le kell adnom ahhoz, hogy tuti legyen? Hál' Istennek nincs ilyen. Amikor a dietikusan elkezdtünk dolgozni gyakorlatilag október óta, akkor volt az első olyan év, amikor minden hónapban vizsgáltuk a testösszetételt, és október óta egyszer volt a melegvízi táborban a februárban, amikor 87 voltam, de pikpak visszament 85-re. Tehát a vég standardben 85 kiló voltam, gyakorlatilag nem is kellett nagyon figyelnem. Egyébként arról volt szó, hogy ha elszállt volna a testsúlyom, akkor annyira kimarad 1-2 szombat, akkor ugyanúgy a csaló szombataim kimaradnak, és kész, akkor utána visszament volna minden a rékerékvágásba. Beszéljünk egy picit az edzőtáborokról, hogy én nagyon sok... Hallottunk érdekes sztorikat tőled, szóval, hogy az edzőtáborokról. Igazak. Igen, hogy én Szolnokon, abban a korszakomban én Szolnokon nőttem kb. Fel, mindig oda jártunk. Neked valami, nyilván nem mondja ilyen undorító kajakosztok, de hogy valami vicces, durva edzőtáboros élményed, sztorid van, vagy te csak így... Vagy mondd el és kivágjuk. Ez a legjobb. Én sosem voltam egyébként ez a csajozógép. Vagy még az alpári, igen. De sztorikat tudok, és például volt egy sztori, hogy egy csapat ugye készült az olimpiára. és az a nélkül, hogy ittak csajokkal egyik este, majd aztán vetkőzős pókert játszottak talán, és az volt az utolsó feladat, hogy akkor... Az érdekes, hogy készülnek az olimpiára, de ittak egyik este. Majd ebből akartam kérdezni. Igen, erről majd tudni. Nem lettek olimpiai bajnokok. Így van. Ennyi. Megérmesek se. És az a lényeg, hogy a vetkőző póker végére az volt a feladat, hogy futni kellett a, nem tudom, pályán egy kört. És akkor kimentek az útra, futottak egyet, és jött a rendőr. És akkor az egyik őket el is kapta. Aztán nem ment belőle semmi, de azért ez kemény.
És akkor visszaszaladtak, tudod, ment a menekülés, stb. Edzők ugye ezt megtudták, azonnal akkor ugye mentek a szankciók, de most hirtelen ez jut eszembe. Én nekem nem kameraképes, amik durvák. Akkor hogy ki? Ugye van egy feleséged. Igen. Ez Harrynek hihetetlen. Nem az, hogy hihetetlen, de hát, hogy igen, itt ül egy élsportoló, egy kajakos, ráadásul kajakos élsportoló, és van egy feleséged, hogy nálunk imádják az ilyen csajos sztorikat, tehát, hogy a podcastjén közül a legjobbat nyilván vagy az megy, amin egy Farkas Timi rajta van, vagy az, ami a csajokról beszélünk. Aha. És hogy nyilván most tényleg tök normálisan kérdezem, hogy nem tudom, mennyire szokta magánéletedbe belemenni, de hogy például erről pár ilyen kis sztorit megtudhatunk, hogy például hogy ismerkedtetek meg, mióta vagytok együtt, hol ismerkedtetek meg, hogy ez hogy jött össze egy ekkora szerelem, hogy egy kajakosból jó fiút csinál egy nő. Mert ez ritka, ez ritka. Ágival bruttó 11 év vagyunk együtt. Azt a rohadt. A bruttó, mert volt azért több megszakítás. Aha. Ez egy high school love egyébként. Aha. Középiskolában ott együtt voltunk, majd aztán ő elkerült egyetemre, neki kinyílt a világ, egyetemista lett, akkor ott volt egy megszakítás. Aztán én szakítottam meg vele a kapcsolatot, és nem tudom, 3 vagy 4 szakításunk volt, és a legtöbb egyébként pont 2015-ben volt, akkor ő elkezdte a jogi egyetemet, és akkor ő mondta, hogy Sanyi, azt akarom, hogy éld ki magad, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz velünk. És gyakorlatilag ugye eltelt egy fél év, és én nem bírtam, nehezen tudtam megemészteni, hogy nem vagyunk együtt, és egyébként egy pszichológushoz jártam, és ő mondta, hogy figyelj, Sanyi, most kimész Dél-Afrikába 6 hétre edzőtáborozni, és úgy menjél ki, hogy beszélsz vele egy utoljára, és mivel sok megszakítás volt, ezért beszéltek meg vele, akkor ennek most tényleg vége, és tovább lehet lépni, vagy akkor mégse. És nem is akartam vele összejönni egyébként, de mondtam Ágének, hogy Ági, menjünk el kávézni, találkoztunk, és gyakorlatilag már 2 nap múlva már együtt is voltunk, de úgy, hogy kiutaztam 6 hétre Dél-Afrikába, tehát 2 napot voltunk együtt, 4 hétig beszélgettünk folyamatosan, és lehet azért tök jó volt, hogy nem volt ugye testi kapcsolat, csak ugye verbális. Aha, ez sokat számított. Nagyon sokat számított, és aztán a legvégén én mondtam neki, hogy Ági, kérlek, gyere, jön egy kisebb csapat, mindenkinek a barátja, a családja, és akkor gyere már ki velük is, és utána végül is azt mondta több napos gondolkodás után, hogy jó, akkor kijön. És akkor kijött, és akkor Dél-Afrikában úgy öleltük meg egymást, mintha mi sem történt volna, és azóta már nincsen megszakítás. Nagyon jó. Ez szép love story. Igen, ez... és amúgy nem komolyan. Első szerelem volt, hogy a high school első? Első szerelem, aha. És ez tök jó, hogy már személyes vélemény, magánvéleményem, hogy tök jó, hogy volt megszakítás szerintem, mert ha nincs, persze, akkor viszont kinyírjátok egymást. Biztos, meg lehet ott lenne tudod a fejembe, hogy azért mégiscsak az első szerelmem, nem voltam mással, stb., hogy ez bennem lenne. De így, hogy volt több megszakítás, így extra. Tényleg így, meg tudom. Egyébként azt nagyon jó hallani, hogy például ő állítja össze az étrendedet, szóval hogy annyira próbál neked segíteni, annyira támogat, hogy ez főleg ezt úgy 11 képzeld el, azért... Úgy képzeld el, hogy nem is az, hogy csak az étrendet, hanem gyakorlatilag a biológiai óráját is hozzám állítja. Ő mindig szeret reggel fölkelni, kicsit sportolni, futni egyet, vagy otthon tornázni, bármi. És mondtam neki, hogy Ági, most nem fogsz reggel fölkelni, mert akkor én is fölkelek, és nekem most kell az a 9-10 óra alvás, hogy meglegyen. Este 9 órakor már látom az órát, Ági, mondom, 9 óra, menjünk már aludni. Jó, rendben, menjünk. És az olimpia előtt ez volt, egy durván egy fél éven keresztül, hogy este 9-kor már aludtunk, pedig ő nem akart, és mondtam neki, hogy reggel 7-kor kelünk, hogy meglegyen a 10 óra alvás. És ezt is mondtam neki, hogy Ági, türelem, kérlek, de aztán olimpia után meg ő lesz fókuszban, és most már tényleg, hogy ő mondja azt, hogy menjünk teniszezni, akkor elmegyünk teniszezni, akkor kelünk, akkor fekszünk, akkor ő mondja, mert ugye nagyon, nagyon segített egyébként, nagyon sokat segített, hogy elérjem a célomat, és tényleg most már, mondtam neki is, most már te vagy fókuszban, nem kell annyira alkalmazkodni hozzám. Hát ez nagyon szép. Ez szép, szép. Ha már olimpia, bocs, Barni. Mondjad. Mennyi idő kell ahhoz, hogy, tehát oké, egész életedben, konkrétan egész életedben kajakoztál, de mi az a felkészülési idő, ami mondjuk egy olimpiára kell? Tehát, hogy mennyi idővel előtte kezdesz el tényleg csak arra készülni, egy ilyen fél év, vagy év, vagy ez hogy működik? Hogyha csak az olimpiát nézzük, és van egy jó alap, akkor ugye a maga a felkészülés 11 hónap volt, tehát októberben kezdtük a felkészülést, és augusztusban volt az olimpia. De ugye egy év intenzív munka az kevés, de hogyha meg azt nézzük, akkor meg 2010 óta veszem komolyan a kajakot, akkor jöttek a napi 2 edzések, akkor kezdtem meg komolyabban foglalkozni vele, úgyhogy akkor meg, hogy szerintem 11 év kellett nekem ahhoz, hogy följussak a
a csúcsra. Tehát, hogy a következő olimpia előtt mi 11 hónappal előbb elkezdünk. Akkor nem jutunk sehova. Akkor gyertek. Nem fog összejön. Várj, de akkor 2031-ben összejöhet. Ja, igen, amúgy, nem számít, hogy öregszünk, hogy kipérdek 40 évesen simán. Valamit akartál. Igen, és egyébként ez tök jól jött most, hogy itt például ez alatt a 10 év alatt, ugye azért ez szerintem nem egy ilyen kis büdzsés felkészülés, mm-hmm. ugye tényleg csak ezzel kell foglalkoznod. Ezt hogyan kell ilyenkor elképzelni, és ezt most full politikától függetlenül kérdezem, hogy például valamilyen téren anyagilag ezt támogatta neked valaki, ezt a felkészülést? Kicsit így szakaszokra tudnám bontani. Persze, persze. Tehát 2010 és 14 között akkor otthon éltem Gyomendrődön. Nem volt, már felnőtt versenyző voltam, de nem, a klubban nem tudott fizetést adni. És akkor a szüleim láttak el, tehát akkor szüleimmel éltem. Igaz, hogy voltam sokat edzőtáborba, a tavaszi edzőtábort a szövetség finanszírozza, nyáron is voltam edzőtábort, EB-VB táborok, mondjuk 3-3 hét, azt is a szövetség támogatja, tehát nekem ez 0 forintomba kerül, utazás kellett csak kifizetni. Majd 2014 után, tehát 2015-ben... Bocs, belekérdezek, ilyenkor ez úgy kerül neked 0 forintba, hogy ők például az étkezésedet is fizetik, vagy igen. pedig... Aha. A tápelkiegészítőket nem, de az aha. étkezést igen. Ugye a szövetségnek vannak például, vannak szakemberei, vannak masszőrei, van dietetikusa, van pszichológusa, aha. de én nem velük foglalkozok, aha. ez is majd, ez majd egy későbbi sztori lesz. 15-ben fölköltöztem Budapestre, és onnantól már fizetésem is volt, és akkor már önellátó voltam. Akkor is megvoltak ezek az edzőtáborok, tehát tök más egyébként, hogy a szövetségünk nagyon sokat tud segíteni, tehát amikor elmegyünk edzőtáborba, akkor olyan edzőtábort intéznek, hogy az étellel, meg a szálláshelyen nekünk repjeggyel, ne kelljen foglalkozni. Aztán jó. És hogyha mondjuk az utóbbi egy évet nézem, ugye kialakítottam magam köré egy csapatot, egyébként ez nem normális a kajakosok között, mert van egy masszőröm, aki már 12 éve, a masszőröm gyerekkorom óta már ismer már mindent, hogy uh-huh. ha itt fáj hátam, akkor mi szokott a jó megoldás lenni. Van 2 fizikoterapeutám, van egy sportpszichológusom, akivel 2 éve dolgozok, van ugye a dietetikusom, aki az étrendért felel. És mindenki megelégszik, amúgy mondtad, hogy nem olyan szokványos, hogy kiépíti a csapatot maga köré. Mindenki elfogadja azt, amit a szövetség ad, azt a csapatot, és akkor vele igen, náluk marad, náluk leragad? Ők egy standard csapat, uh-huh. standard szakemberek, én meg a legjobbakkal szeretek együtt dolgozni. Azonban neki, ezeknek az embereknek saját zsebből kellett mindent fizetnem. Persze. Aha. Ez, és az már azért költség. Hogyha legjobbakkal akarok dolgozni, akkor már költséges volt. Meg voltam egy szakembernél, akivel a légzést vettük át. Uh-huh. A légzés mennyire fontos. Egyetlen egy mondat, ami nekem elindította a gondolatmenetet, hogy miért fontos a légzés. Erről szól, hogy az ember étel nélkül akár 30 napig kibírja, az ember víz nélkül 3-4 napig bírja, és levegő nélkül meddig bírja az ember? Uh-huh. Banni 4 percig. Igen, tényleg láttam a videót. Na, hoppá. De ez tök jó. És egy ilyen gyors talpaló, hogy mit mondott, tehát például a levegővételnél mire kell figyelni, hogy ide veszed a levegőt, meg ilyeneket tanultatok, hogy ilyen nagyon... Hát az alap. Ott kezdődik minden, aha. hogy hasba lélegzel, de van egy ilyen teszt, hogy az a testnek a teljesítmény oxigén mérő tesztje, hogy orron keresztül kifújod a levegőt, uh-huh. és nem veszel levegőt, ameddig bírod. De ez egy ilyen kellemes érzés. Nem azt nézzük, most hogy hány másodpercig. Ez nem az, hogy hány másodpercig tudod tudsz levegő nélkül lenni. Igen, aha. hanem egy ilyen kell, az a lényeg, hogy amikor új levegőt veszel, 3 légzésre már normális légzés ritmusnak kell lenni. Uh-huh. És ezzel a mérőszámmal, ezzel nagyon sok mindent meg lehet állapítani. Például nekem általában ilyen 15-tel kezdtem el ezt a tesztet, tehát 15 másodpercig bírtam levegő nélkül. Majd ezt föltornáztuk 35-re. És például mondta a légző szakember, hogy 15 neked ez az értéked, akkor a kézláb hidegség, reflux-szerű tünetek, meg nem tudom még miket mondani, és mondom, úristen. Ez mind a légzésből? Ez mind a légzésből. Menni, esküszöm. Igen, és mondom, úristen, ez én vagyok. Mert reflux-szerű tüneteim vannak, a kézláb fejem folyton hideg. Nekem ugyanezek, amiket te mondasz. Most csak mit kell csinálni? Nekem is hideg a kezem. Nekem is hideg. Mit kell csinálni, akkor tüzet gyújtunk. És akkor ez felment 35-ra, ezek elmúltak? Elmúltak, aha. Nehézkedj. És azóta újra visszaesett, mert nem foglalkoztam vele. Aha. Tényleg így van. Tényleg. És rengeteg gyakorlat van, tehát vannak olyan légző gyakorlatok, amikkel én azt szimulálom, mint ha magaslaton edzenék.
mint van egy gyakorlat, mint egy 10 perces légzés gyakorlat, amikor én azt szimulálom, mint 3500 méteren vagy 4000-en lennék, mm-hmm. vagy edzenék. Aztán. És ezt verseny közben tudod hasznosítani? Szóval emlékszel arra, hogy verseny közben, miközben itt az állat evezel, benne van a fejedben, hogy hogyan lélegezz? Például az az érdekes, hogy amióta légzéseli képbe vagyok, mindig nézem a videókon, hogy az ellenfeleim azok hogyan reagálnak, amikor ott vagyunk már a célvonal, vagy a rajtvonal előtt. Azért minden titkodat nem mondd ki, hogy nem mondok el mindent. Hát ez... igen, mondjuk külföldiek. Szívesen mondom. Tuti, igen, ezt fogják nézni. Egyébként erre is van sztori, mert a külföldiek közül meg rengeteget tanultam. Ezt olvastam, hogy például a Liam Heath-nek nézted az edzését, hogy mennyi súlya lesz. Így van, engem rohadtul motivált engem. De ez csak motivált, vagy el is tudtál lesni tőle dolgot, vagy jobban fel tudtál készülni, mint ő azáltal, hogy látod, hogy ő hogy hasonlóan készül fel. El tudtunk lesni, aha. a technikailag is, tehát ugye Insta Story-ba rakott ki technikai videót, ugye, hát azt hitte, hogy, 24 óráig lesz fönt, de hát nekem itt van a telefonomban. Aha. Gyorsan lementetted? Ő már olimpiai bajnok, én is egyébként, mivel most már olimpiai bajnok vagyok, szerintem most már több dolgot fogok megosztani aha. az emberek ilyen számára, az. Mert most már értem a célomat, uh-huh. ráadásul a 200 méter nem is lesz már olimpiai táv, igen. Uh-huh. úgyhogy simán basszus. Úgy gondolom, hogy most már több dolgot aha. megmerek osztani. És például, amikor odaállsz, fú, hát kurva nehéz lehet, elképzelni, nem tudom, hogy milyen. Én összeomolnék ott, beleforulnék az elején. Amikor készülsz, hát egész életed munkája benned van, és odaállsz egy olimpiai rajthoz. Most nem azt kérdezem, milyen megnyerni, majd megkérdezem azt is. Jó. De amikor odaállsz, és 200 méter, és az egész életed meg tudja változtatni ez a 200 méter, mert így van. Így van, tehát azért. És ott hogy nyugtatod le magad, ott mi van benned, hogy ne izguld el, mert el tudja az ember izgulni, hát szanaksz. Minden fejbe dőle. Ja. Három akkor meg nem tudnék fölpörögni. Minden fejbe dőle. Hát be vagy baszva. Nem, most komolyan, ott mire gondolsz? Család, a szerelmed, vagy a légzésre figyelsz oda, vagy ott mi van a fejedben? Mi volt kicsit, most a fejedben? Kicsit visszakanyarodok. 2019-ben indultam 200 méteren hazai válogatón, és mind a két válogatón kikaptam. Második lettem, mert annyira izgultam, hogy az alkalomba nem volt energia. Tehát annyira izgultam, hogy a hajszálereket elszorította az izmok, és nem tudtam teljesíteni. Nagyon szarul mentem. Uh-huh. És... Második le. Nagyon szarul mentem. És utána kezdtem el járni pszichológushoz. Előtte is voltam már egy párnál, de most találtam a Lénárt Ágotát, vele kezdtem el együtt dolgozni, és ő mondott olyan gyakorlatokat, relaxáció, autogén tréning, mental tréning, amikről ugye föl tudtam ezt a stresszt dolgozni. Uh-huh. És az, hogy én a tokiói olimpiai döntőben higgadtan tudjak odállni, mondjuk egy ilyen 80-90-es púzus, körülbelül ott voltam, tehát nem izgultam egyáltalán. Nyugalmim nagyon. Már október óta készültem arra mentálisan, különböző gyakorlatokkal, hogy ne izguljak. És egyébként kicsit aggódtam, és mondom, baszki, itt vagyok a döntőben, és nem izgulok. Mondom, az normális. Tudtam, hogy a 200 méter mit kell nekem 200 méter alatt csinálnom. Tudtam, hogy 86 csapásból áll, hogy a 10. csapásnál mit kell csinálnom, 50 méternél mit kell, a 24. csapásnál kifújom a levegőt, tehát ezek mind megvannak. 100 méternél min az indítás, és amikor utolsó bójasornál vagyok, akkor is még mire kell figyelnem. Feszarok. De és várjál, és ilyenkor például, hogyha mondjuk rekordot döntesz, akkor a csapásaid azok nem lesznek kevesebbek? Szóval, hogyha például olyan durván rekordot döntesz, azt mondom, hogy 86 csapás, akkor plusz-minusz 2. Aha. Hogy ennyi. Az a kalkulás, szóval az... Nem ijedsz meg, hogyha mit tudom én. Hogyha nagyobb frekvencián neveznék, az nem minden, az már nem gyorsabb. Tehát nekünk is ez ki van számolva, uh-huh. 170-es csapással az elején, amikor 170-es csapás, ez azt jelenti, hogy egy perc alatt 170-et csapok. Uh-huh. És 170-es csapással még jól tudok menni, de 173-mal már lassabban megyek. Ott már fékezed az előző csapást? Vagy ez hogy van? Nem bírok energiát beletenni. Olyan nagy a frekvencia, hogy nem bírok energiát beletenni, és 160-as csapás mondjuk, az meg annyira alacsony, hogy ott meg még erő van, de még a sűrű, tehát a csapásoknak a sűrűségét is tudom még növelni. Úgyhogy nem megy az erő rovására. Mindenki van számolva. Nem is gondol. Leülsz a tévé elé, na akkor mennek egy 200-at, és akkor fú. És minden ott van. Jó, és akkor milyen érzés, amikor meg benn vagy a célból, és te nyertél? Jó, hát ez egy nagyon ilyen
általános kérdés, de hogy ott mi megy át rajtad először? Felfogod rögtön? De én azt láttam, hogy először te nem fogtad fel, nem? Tehát, hogy nem tudtad, hogy ki volt. Nagyon szoros volt a verseny, és egyébként mondtam régen az edzőmnek, 2014-ben, hogy úgy akarok olimpiát nyerni, hogy beérek, és egyből lássam, hogy nyertem, mert egyből örülni akarok. Aha. Ez nem így volt. Nem. Beértem a célba, és nem tudtam, hanyadik lettem. Sejtettem, hogy dobogó az megvan. Ilyen négyen értetek be egyszerre, nem? De vártam a kiírást, hogy az elsőnek örülök-e, vagy a bronzéremnek. És volt egy olyan jó 30 másodperc várakozás. Ott nagy volt a pulzusod. Igen. Már izgultál. Hát jó alapból is. Hát és megláttam, hogy a első hun, és akkor így elkezdtem fogni a fejemet, ott is könnyeztem is elég rendesen. Hát, ott nem azt mondom, hogy lepörög minden, hanem egy elképesztően nagy megkönnyebbülést éreztem. Nagyon nagy boldogság és megkönnyebbülés. Aztán amikor a vizen még megfordultam, és mentünk ki a tribün elé, akkor meg egy akkorát ordítottam, egy ilyen elképesztően nagy megkönnyebbülést éreztem. Tényleg, hogy az még kijött a stressz, és sikerült. És... Ez rengeteg év. És ilyenkor, most egy kicsit visszamegyek a valóságba, bocs, mondjad. Hogy nem gondolom végig, hogy ez a sok év munka, hanem egyszerűen az, hogy én úgy érzem, hogy olimpiai bajnokká váltam, hiszen ugye amit elmondtam egy, nem tudom, pár perccel ezelőtt, hogy volt egy csapat körülöttem, mindig a legjobb szakembereket kerestem, mindig azon gondolkodtam, hogy mivel lehetek még egy századdal gyorsabb. Tehát nem egy tizeddel, nem egy másodperc, egy századdal. Ezért nyújtottam például minden napi, azért jártam gyógytornászhoz, hogy ne csak nyújtsam az izmaimat, hanem jól nyújtsam az izmaimat. És akkor ilyen centiket, hogy egy centivel tett följebb, akkor már máshogy fog nyúlni, stb. Tehát, hogy ilyenkor ezek, úgy gondolom, hogy én olimpiai bajnokká váltam, és például nem így gondolkodtam erről az egészről mondjuk egy 3-4 évvel ezelőtt, mert amikor például 2015-ben a 200 párosban világbajnokok lettünk, Molnár Petivel, akkor még kis zöld fülüként megcsináltam az edzéseket, és kész. Én rendben voltam. És akkor azt hittem, és azzal letudtad, és azt hittem, hogy edzéseket megcsinálom, akkor minden rendben van. De utána 2017-18 körül kezdtem rájönni, hogy a nagy dolgok nem az edzésen történnek, hanem az edzésen kívül. És a csapattársaimon is látom, hogy valaki ugye csak az edzéseket csinálja meg, amikor össze vagyunk zárva egy edzőtáborba, de a nagy dolgok tényleg az edzésen kívül, hogy ki mit eszik, hogyan eszik, hogy nyújt, masszőrök, stb. Nagyon. Regeneráció. Az érmedet megnézhetjük? Hogyne, persze. Mert megmutatod még valami, bocs. Hogy egy kicsit az, amit az emberek nem látnak, mert nem tudnak, megnyered, oké. Kikötsz, utána mi történik? Utána van egy dopingvizsgálat, bemész egy öltözőbe, és az nagyon kemény. Ezt mondom, mert ezt nem látják az emberek. Úgy volt, hogy kiszálltam, meg volt az éremátadás, és akkor már ott volt egy japán antidoping ellenőr, egy kis mappával a kezébe, hogy akkor Sándor, gyere dopingvizsgálatra, mondom, uram, most nyertem meg az olimpiát, rohadtul nem kell pisilnem, nem kell pisilnem. Igen, ilyenkor, ezt is akartam. Na, nem kell pisilnem, ráadásul volt egy mixzóna, amikor rengeteg újságíró van egy zónában. Igen, a mixnek hívják, nem tudom, milyen rövidítése. És akkor ott még ott végig kellett mennem, akkor már érem el a nyakamba, illetve volt egy most először egy ilyen konferencia, hogy mint a Forma 1-esek beültünk a pódiumra, egymás mellett voltak a dobogósok, és az újságírók kérdezhettek tőlünk. Az is volt egy ilyen 30-40 perces interjú, és utána, tehát most a futam után körülbelül 3 órával vagyunk, és akkor azt nem mondtam, hogy az ellenőr, az ott van végig tőlem 3-4-5 méterre. Nem megy távolabb, mert figyelni kell, mert hogy tehát simán lehetne az. Ugye régebben volt olyan, hogy ugye ilyenkor elvonulnak a sportolók, bekapnak egy-két gyógyszert, és akkor azzal semlegesíteni tudják a dopingszert. Tehát ő ott van velem, figyel, majd bevonulok egy szobába, van egy külön erre egy épületben egy helység, ami a dopping szoba, és akkor ott mondják, Sándor, kell pisilned? De van is anyag, hogyha már pisíti, utána már mindegy, tudod. Szoba, akkor ide pisíjen, utána pedig egészségére. És akkor ott tényleg ott a doping vizsgát úgy zene, kitöltjük a dokumentumokat, én felírom, hogy milyen táplálékkiegészítőket szedtem, minden adatokat, stb. Vérvétel van? Vérvétel is volt, igen. Azt nem bírnám, ezért nem vettem olimpiai bajnok csak. Vérvétel is van, és utána a doping vizsgálatról biztos hallottátok, hogy működik. Letolom térdig a gatyát, egyik kezemmel föl a pólót köldökig, a másikkal pedig a poharat fogom. Oda rakom, és töltöm. Nem hallottuk. De a csávó, nem hallottam, nem tudtam, hogy ez így működik. De a csávó, a doping ellenőr, az olyan közelről figyel, mint ez a mikrofon.
Jó. Tehát ő körülbelül tényleg 10. Úgy próbál meg. 20 centi. Hát én nem tudok pisilni, hogyha piszárba beállok. Beállok valaki. Nézi a... Ne. Hogy nekem ugye mit csinálok én ott? Ja, hogy teszek-e valamit bele, vagy valami a fizeletemben? Ne, de. És hát vannak nekem praktikák, tehát nyilván én mondom neki, hogy léci, ne beszélj. Tehát nekem, hogyha még hozzám beszél, az még rosszabb. Szia, nagyon jól csinálod. Nagyon szép. Ő így belepisi. Mindig megnyomom egyébként az öblítést, és akkor az kicsit ingert ad. De azt mondom, hozzá lehet szokni. Para. Ez para. Para nagyon. Nem tudtam, hogy ilyen. Azt gondoltam, bemész egy szobába, bocs, üvegbe pisilsz, azt és ez a póló felhúzás, ez mihez kell? Mivel magyarázzák? Mert ez a kínai jelenőr a hasizmet meg akar. Hogyha a póló, egyébként. A póló ugye mondjuk egy bőbb fazon van rajtam, esetleg eltakarná, akkor hogy az se, hogy mindent akar látni a dopping ellenőr. Gondolom azért az évek alatt voltak ügyeskedések, hogy a... Ilyenkor egyébként ez hogyan működik, hogy tegyük fel valaki élsportoló doppingol évközben, mondjuk tegyük fel decemberben, mondjuk decembertől áprilisig, áprilisban leáll vele, és augusztusban van a verseny, akkor augusztusban azt még kimutatja a vizelet, hogy ő mondjuk április és... Attól függ. Vagy bocsánat, november vagy és milyen doping között. Szem, nem? Igen, doppingol? Úgy tudom, hogy a szteroidot, ha jól tudom, fél évig is ki tudják mutatni. Uh-huh. Az elején ugye még vizeletből, majd aztán, hogyha indokolt, akkor hajból, Ja, mert gyorsabban elkezd nőni tőle a szteroidtól? Nem tudom. Hát az a szterontól ugye lehetséges. Az vissza... De akkor a hajból meg tudják mondani, hogy akkor mit visszamenőleg 6-8 hónapra, hogy ő szteroidozott-e, vagy nem. Hál' Istennek olyan fejlett már a dopingvizsgálat, hogy már a tesztoszteront, az EPO-t, meg a szteroidot nagyon hatékonyan ki tudják mutatni. Uh-huh. Tehát ez is a tisztákat védi. Nagyon sokan egyébként, azt arra nem is beszéltem egyébként nektek, hogy nekem minden nap meg kell adnom egy órás időintervallumot, amikor a doping ellenőr tud tőlem mintát venni. Minden nap. De edzéskor, vagy edzésekkor, felkészüléskor? Nem, pontosan, hogy nem edzés, hanem minden nap kell egy órás időintervallumot adnom, amikor jön a doping ellenőr, és tud mintát venni. Szóval akkor nem előre egyeztettek, hogy minden nap 4-kor jön, hanem te reggel megbeszéled, hogy oké, akkor ma 3-kor? Van egy online felület, és minden negyed évre előre ki kell tölteni. Nyilván nem tudom most, hogy ugye most járt le valahogy, és tehát én nem tudom nekik megmondani, hogy decemberben hol leszek, de mindig beírom, nekem minden vasárnap este 8 órakor csörög az emlékeztető, és leellenőrzöm a következő hetet, hogy mit írtam be. Általában 7-től 8-ig van otthon, mert akkor reggel általában otthon vagyok, és akkor nagy valószínűséggel akkor jöhetnek nyugodtan. És tényleg van ilyen, reggel, hogyha 6 óra 58-kor csönget valaki, tudom, hogy doping ellenőr, és bejönnek házhoz, és akkor leveszik a mintát. És olimpia után oda pisilt, és meg is néznek mindent, és akkor mondják, hogy oké, nincs semmi, nem azt, hogy nyugodt lehetsz, hát nyilván tudod, hogy mi van benne, de hogy akkor az ott már fix is lesz. Ott helyben nem tudom meg az eredményt, hanem mondjuk egy ilyen 4-5-6 nappal később fönn van az online felületen, és akkor ott látom, hogy negatív lesz. És olyan volt már valakinek, ne arra úgy megint, hogy valaki nem doppingolt, de valami fasságot kimutatott, bocsánat, valamit kimutatott neki valami... Hát, ebből pont most volt, balhé, nem? Igen. Hát a Péni Pistéknél, ugye a sportlövőknél ott tényleg volt ilyen balhé, de hogyha valaki doppingol, de egyébként, ha valaki doppingol, mindig az az első, hogy oj, nem doppingoltam, én a táplálékkiegészítő, és akkor bevizsgálják a táplálékkiegészítőt, és semmi, fulltiszt. Tehát mindenki egyből ezzel érvel. Nem kell rá válaszolnod, hogyha nem akarsz, de például a karriered alatt volt olyan, hogy felajánlották a felkészülés alatt neked a doppingszert? Nem, hál' Istennek nem. A dopping a kajakkenuban nem megy szervezetten. Tehát általában a sportoló keresi meg, gondolom, az orvost, de nem szervezetten megy, hál' Istennek, nem megy egyesületi szinten. De Harry, neked nem azt mondták, hogy te azért hagytad abba? Nekem, amikor abba hagytam 15-16 körül, akkor... Felajánlottál, nem? Volt erről. Láttam, mit csinálnak páran, meg láttam, mi folyik azért ott a... Ott, na, nem akarok ebbe belenni, ott tört, nem is tudom, miért kérdeztél bele, tehát nem mentem bele, de köszönöm szépen, Ábel. Láttam olyan dolgokat, amik engem elriasztottak. Nem ezért hagytam csak abba, tehát nekem ott válaszolni is kellett, ezt múltkor mondtam neked, hogy tanulok, vagy csak a sport, és meg ezt is láttam, szóval ez is odaszólt. Ez is mikor beleszólt, én akkor találkoztam így a dopping témával, a gyerekkoromban hogy úgy éltem, hogy Jomedrőn el voltunk szigetelve, csak versenyeztünk és kész. Majd 2015-ben, mikor világbajnokok lettünk, egy évre rá, ugye kótát is szereztünk a Riói olimpiára, majd összeült egy egység,
és a srác, egy győri srác, ő 200 méteren 2 másodpercet javult. Tehát én ugye meséltem nektek, azon gondolkodok, hogyan lehetek 1 századdal gyorsabb. Ő 2 másodpercet javult. Na jó. És aztán végül meg is bukott. Utána ugye le is bukott később, de megvertek minket a válogatón, és akkor úgy volt, hogy mi nem is megyünk az olimpiára. Én el is mentem nyaralni, hajómat fölkötöttem, balcsin voltam, majd az olimpia előtt 2 héttel csörög a telefon, hogy haló, van egy pozitív minta, és hogy kezdjetek el edzeni, mert lehet, hogy ti mentek lehet, hogy ti mentek az olimpiára. Azt a kurva. És akkor 2 hét alatt ugye 3 vagy 4 hét maradt ki, nem tudom pontosan mennyi, vagy lehet, hogy csak 2, nem tudom, és aztán 2 hét olimpiai felkészülés alatt kimentünk Rióba, és így lettünk ott negyedikek. Uh-huh. És akkor jöttem rá, hogy basszus, egyébként a dopping amúgy itt van a sportágunkban, ugye a kajakkenúban is azért elég sokan buktak már meg, de ezek a sportolók nem tudják, tehát amiket én elmeséltem nektek, hogy milyen szakemberek vannak körülöttem, és hogy ők nem teszik meg ezt. Látom azért, hogy valaki így néz ki, nincs az a testzsír, de eszi a zabálja a fánkot, tehát ilyen nincs. Uh-huh. Hát meg most nem azért, de miért kockáztatnád azt a több-több év munkát, amit felépítesz? Meg én félek, hogy ki tudja, milyen egészségügyi hatása lesz 10 év múlva, hogy ki tudja, hogy megélem az 50-et. Mert azért tilos a dopping, mert az egészségre káros. Uh-huh. Csak ugye fiatal korukban az emberek szarnak bele, és hogy a siker kell, meg a pénz, meg minden, ami ezzel jár. Hát igen. Én azért ebből láttam. Ez para azért nagyon. És én azért az unokámmal még játszani szeretnék. Ki tudja, dédunoka, nem tudom. Mm. Tehát egészségbe akarom tölteni. Ehhez te állsz a legközelebb, hogy tudj velem el. Ott a feleséged. Na, hát szerintem... Nézzük meg az érmet. Tényleg, jó, de hülye vagyok. Én már láttam, azért ja. Nem. Kaptunk egy ilyen kis tarisznyát egyébként. Mindig ebbe hordom, tehát nem egy ilyen nagy dobozba. Én a nyakamba hordanám. Vezetnék a vácin, adom nektek, mert én már múltkor megnéztem, és még mindig nagyon durva, hogy milyen nehéz. És ezt jól tudom, hogy ez most a tokiói olimpián lett újra hasznosított aranyból, tehát hogy ilyen mobil eszközökből, meg ilyenekből nyerték ki. Így van. Durva. 60 millió nehéz. Elektronikai eszközt használtak föl, azt úgy olvastam, és nem tudom nektek visszamondani, hogy pontosan hány tonna. Aha. Ezüst meg aranyat tudtak. Ez mennyit adnának a beolvasztatni? Ez gyönyörű. Megmutatom a kamerába is. Az érem, hogy 556 gram, és az aranyéremből 6 gram arany, a többi meg ezüst. Uh-huh. Utoljára még a rádióműsorban fogtunk ilyet, amikor a Liu Sanyi jött be hozzánk. Aha. És az is ott is annyira durva, hogy ezek az érmek annyira nehezek. Szóval nem az, amit régen az ilyen kis iskolás érmek, amiket kaptál, hogy ilyen kis könnyű kis izé. Igen. Érdekes. Így vissza is oda minden. Köszi szépen. Köszi. Még nekem egy úgy sok kérdésem, vagy úgy sok nem tudom, hogy nektek még van-e. Volt komolyabb sérülésed? Tényleg ez jó. Olyan sérülésem nem volt, hogy válaszút elé állítottak volna az orvosok, hogy ezt vagy megműtjük, vagy abba hagyod. Uh-huh. Kisebb sérüléseim voltak kezdetektől fogva. Utánpótlás edzőm, ő mindig abba hitt, hogy nyomás-húzás, tehát csak fekvenyomás, meg mellezhúzás, nem muszáj bemelegíteni, de azért melegítsél valami, te ránk bízta, nem volt vezetett. Uh-huh. És rengetegszer lesérültem, és hál' Istennek ott volt akkor is a masszőröm mellettem, és folyamatosan jártam hozzá hetente egyszer-kétszer. És például idén mind a két könyökömben golf és tenisz könyököm volt. Tehát ugye itt fölül is fájt a könyökön, meg itt belül is. Igen. Mind a két könyökönben. Ez azért van, mert egyébként egy keményebb lapátot használok, mint az átlag. Ennek az az előnye, hogy én gyorsabban tudok ezzel menni, uh-huh. Az a hátránya, hogy jobban terheli az izületeket. Uh-huh. És annyit tudtam edzeni idén, amennyit a testem bírt. Tehát már mikor Szeviába is kint voltunk márciusban edzőtáborozni, akkor is már minden edzés előtt mentem a masszörömhöz, hogy légy szíj, gyúrjál át, mert egyszerűen nem tudok már evezni rendesen. És akkor fizikoterapeutáim, ugye meg ketten vannak már, meg a masszöröm is folyamatosan jártam hozzájuk hétről hétre, és akkor valamikor többet tudtam edzeni, valamikor kevesebbet, tehát ez a sérülés az ott volt. És igazából a világbajnokságra is azért nem mentem, ami most volt hétvégén, mert úgy gondoltam, hogy a testem újrajelzett, újra fájt a könyököm, és mondom, állj, stop, nem érenít az egész, Párizsban ott akarok lenni, érmeket akarok hozni, úgyhogy most inkább elengedem, nagy pihenő, uh-huh. És aztán elkezdjük majd a felkészülést.
Sok sikert. Sok sikert. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljöttél. És nagyon fontos, ne felejts el ránk szavazni a Jojo. Leadom a voksomat. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen, itt voltam. Sziasztok, minden adás fenn van Spotify-en is. Ha esetleg nem ott, vagy ha esetleg ott hallgatnátok minket, akkor nézzetek viszont YouTube-on is, mert vizuálisan talán még egy picit érdekesebb. Köszi, sziasztok!